lendmagot. Tényleg, bazdik, a lendből mit lehet csinálni? A lendmagból. Mert annak egy részét lehet el fogom adni inkább majd. Nem tudom, lenne, én nem foglalkoztam IRL. Ugye általában ami megy, ami takarmány növénynek, meg állatoknak, árpa, ilyenek. Ugye búza, hogyha nem érje el azt a szintet, amiben megvan a megfelelő mennyiségű fehérje, akkor ugye onnantól kezdve mondjuk nem a malomnak megy, hanem az is takarmány izébe, takarmány búzának. Árpa, búza, kukorica, szintén takarmány. Aha, akkor a lenmagot azt majd eladom, mert lenmagból nem kell évente, csak az a 80 valamennyi, amit vetünk. Viszont az nem rossz, mert abból nagyon sok pénz bejön, hát rengeteg lent learadtunk. How can I help you? My wares never disappoint. Rágyát vagy életet, és úgy jó. Mennyit vigyünk? 75 elég lesz. Többit azt kitermelem. Még most utoljára. Most egyébként, hogy elkezdenek születni a malackák, meg növekednek, és folyamatos forgás lesz a izébe. Megtelik az óla, akkor már szerintem majd ez is rendben lesz jobban. Úgyhogy alakul... Ez csak a második nap, ugye? Meg akkor van időm mindenre. Szerok rá, termelünk sajátot. Egyébként az a jó még ebbe a hajtás foglalkoztatásba, hogy hiába nincs most trágya nekik, addig bekapálják azt, amit elszórtak, és ez így tökéletes. A földet azt mindenképpen rendbe kell tenni, mert azzal ők is fejlődnek, meg én is nagyon-nagyon gyorsan. Földmunka a legjobb ebbe a játékba. Jó, most csak bevágom a helyére, az kész vagyunk. Egyébként igen, azt darálták, jajaj, a tápnak, aha. Pontosan így van. Ahogy írod. Viszont lehet, hogy a lemmagot megnézem eladásra. Mert van itt ennyi, mint a... Mekkora a lenföldünk? A lenföld az 72-es. Annál több magot nem kell megtartsak. Megtartok 80-at, az kész. Sőt, annyi se kell, 705. Mennyit kell belőlem, 72-t? Megtartok 75-t akkor. Az azt jelenti, hogy 630. Oké, ezt eladjuk a francba. Na, úgyis még egy munkaerőt akartam beszerezni. Mihez kellett a vadászathoz? Várjál, nem itt eszembe. Itt megvan minden. Ja, a vadászathoz még egy munkaerő kell. Jó, ezek meg szerencsére dolgoznak. Jó, most már az is ugye elfogyott, ha jól látom. Kovács műhelybe a bronzkapa. Elrakom ide. Ezt jó így.
Legalább addig zajlik a termelés, jó az. Lesz mit eladjak. Ennyiből lesz egyébként jó majd a kereskedő, akit le tudunk majd rakni nem sokára, mert lerakom, azt beállítom neki, hogy ezekből az eszközökből adjon el, aztán akkor le van tudva. Nem kell itt rohangászni. Meg hát a prémcipő ugyanez. És lényegében csak a pénz ott lesz a táskában, az hello. Egyébként majd eljön az ide, hogy lassan már érdemes lesz felvenni a kúthoz egy embert, aki vizet húz, nem? Mert most már lesz akkor a vízfogyasztás, hogy napi szinten tudja pörgetni, és akkor nem lesz az, hogy halmozódik a födör meg a izé. Majd azt még kiszámolom. Itt van két csaj. Nincs közöttük egy normális vadás se. Fasza. Gyuri, szia, üdvözöllek a csatornán, köszönöm szépen a követést, érezd jó magad. Tudom ezeket a felesleges holmikat. Azt mondja, hogy ez se kell. Ez se kell. Itt van ez a kesztyű, ez se kell nekem. Jó, és akkor itt a lenmag. Ú, nagy biznisz van a magba, hallod? Minden rendben, erre köszi veled. Tekerem neki a játékot ezerre. Gazdaságot pörgetünk. 238, az igen. Ez a lemmag, ez nagyon nagyot hoz. Hallod, desert, ez nagyon durva. Mondjuk egy évben csak egyszer lehet termelni, ugye? See you soon. Bajatek, szia! Eljön, mekkorát hoz már ez a lemmag? Már most tartok 7000 pénznél. Farmint 19 szimát, aha. Azokkal nem játszottam még, megmondom őszintén, ez inkább ugye ilyen sztori alapú túlélő gémnek van minősítve ez a Medieval. Aztán ezeket jobban szeretem. Farmingban nincs fizika, bármint hogy érted. Hát az ugye teljesen másról szól. Hát ezekkel nem, hármas vadász, jaj, nem már! Jó, mindegy, nem lesz több vadász, igazából elég, ami van. Nem kilódok. Greetings! Yeah, greetings, stranger! Na. Jó, hát a pénzem az megvan. Adófizetésre. Bőven. Nagyon jó. Fiúk, lányok, egész jól állunk, azt kell, hogy mondjam. Valami hiány lépett fel megint, ha jól látom. Méghozzá mibe is? Kovács műhelybe, de mi? Nincs erőforrás. Ó, várjatok, a csákány.
Bronz csákány, hát persze. Rakunk be rész csákányt. Raise. Rész csákány nem tanultam meg. Az idő. Ezt mondja Kovács műhely, és akkor raise csákány. Csákányból nincsen raise. Létezik az? Aha, létezik. Akkor viszont marad a részből, mit lehet még csinálni? Részkalapács, részkapa. Csináljunk kapát. Csináljunk akkor ilyet, aztán kész. Hát olyan mindegy, valami menjen. Részkalapács is mehet, az is kell. Úgy van, kész. Na. Is kell nekik tartalék kalapács, hogyha elkopott, nem? Fogok majd beállítani részeszközt is termelésre, mert részből mindig többet tudok kiszedni ugye a bányán. Átlagba. Mennyi ez a játék? 16, ja, 16 euró, hát nem sok szerintem megéri, nagyon tartalmas és hosszú. Ugye rendes sztoria van, szóval van eleje vége. De hát aki akar, tud utána meg sandboxozni is benne, szóval az sincs, hogy a véget ér, akkor nem tudsz játszani. Annyi, hogy itt mindent magad csinálsz, ugye a házakat, az épületeket. El kell érned a fejlesztést, szóval nem tudsz egyből mindent csinálni, hanem szép fokozatosan, hogy fejlődsz. Hát folytatott az örökössel is persze, csak hát nyilván én nekem nem az a célom, én nekem az, hogy most végigviszem. Amikor az örökös átveszi a helyet, megkaptuk azt a átjátszót, hogy átvezetőt, meg a sztori végét, akkor így ende. Nekem azért tetszik ez, mert részletes, hogy a házakat is lehet fejleszteni még, vakolni, beleszámít a fűtésbe, meg ilyen hülyeségek, szóval rohadt aprólékos szerintem a játék ilyen téren. Oké, nézzük. Nézzük, mi a helyzet. Van nálam megint hús, nem tudom minek. És van. Hát itt aztán most mindenből kell lerakni újat, bazeg. Oké, csináljuk azt, hogy 4 csapda kell mindenből. Ez 40 bot. Ez 48. Ötvenhét, és akkor kell még hozzá kőből. Az darab, így jó vagyunk. Hát elég durva itt a helyzet, kérem. Nem fogom itt forgatni, hanem ezt így lerakjuk, aztán cső. Szépen ütemezve. Most mi van, haló? Úgy is van, és akkor még kell ebből. Nagyon jó, meg vagyunk. Főznek a kisasszonyok, mint a marha.
Hogy zajlik már az élet a faluban, nem desert? Így, hogy hallgatod ezt az egészet. Örök-zörök kattog. Ez meg itt is, ez is szövi neki, mint a marha. Azért egész kellemes itt a... Ezeket csak le kellett volna szüretelni jó napot, mi a helyzet? Mindenki tudja a dolgát, ennyi. Meg az a szerencse. A hústermelésen lehet, hogy vissza kéne venni, nem? 44 húsbőr prém. De mi a helyzet? 72. Bőrből mindig egy picivel több fog kelleni szerintem, bár... Itt nem olyan nagy az aránykülönbség. Visszaveszek a húsból. Jel ennyi. Ja, hogy itt már ekkorákat ugrik százalékonként, értem. Bronz sarló. Ez nem is kell, mert van bronz kaszám. Miért van nekem bronz sarlom? Mindegy, majd eladjuk. Hú, figyeld, mennyi szerszám. Az igen. És most már részből is készülnek szerintem elég szépen. Prém cipő. Ja, hát ez kemény lesz. Ez így oda basz. A zsák, amit beraktam, az használatba. Hogy áll? Arra vagyok kíváncsi. De azt azért használják, pedig beraktam ide már nem is tudom hányat. Kell még csináljunk szerintem ebből. Lenszövet. Jó, azt meg is csinálom. Bőr kellett még hozzá, ugye? Jól emlékszek. Ugyanannyi bőr talán. Lekraftolom mindet, mert használja. Nagyon kopik. Az az egy, ami nagyon kopik. Ahogy észrevettem, a többi az úgy jó. Nem, még nem szentop. Hát most született egy kis coca, úgyhogy hát majd eztán szerintem beindul jobban az is. Itt van-e, kis szaros? Most egyelőre vettem még, de hát most már annyi plusz termelek, hogy igazából már nem számít már most a pénz. Szerintem legalábbis most elég jól állunk. 10 darab ilyen zacskót megcsinálok. Balázs, szia! Köszike! Minden rendben, fasza, minden, köszi! Talán Medivált egyre jobban haladunk, igazából pár napja, mikor kezdtem dezerte játékot? Egy-két napja, nem? Három napja. Aztán most már egész durván haladok vele. Mellette Dark Tide-ozok, holnap ugye megjelenik ez a Kalisztó protokoll, azt fogom végigvinni. De hát annak igazából nem jó sorok szerintem. Túl sok napot, max két nap alatt szerintem végigviszem. Szokás szerint darálok. Ja, de úgy darálok, hogy ugye részletesen darálok, szóval mindent is megcsinálunk. Van az több is, azt mondod, lehet? Nem tudom, megmondom őszintén, mert beszippantott a játék, csinálom, azt úgy megy az idő. Komlót azt kirakjuk, nem kell, komló, táska, az se kell. Táskákat azokat nagyon fogyasztják amúgy, azt kell, hogy mondjam.
Hadd nézzem, hogy itt mi történik. Figyelj, megcsinálták az egészet. Már veti be, érted? Ez be van vetve, még ezt kell nekik majd felkapálni. És ezt is most műtrágyázza. Jó, ez meg lesz igazából, ez meg ráérős, mert ugye ez len. A len az mikor vethető? Tavasszal majd. Az azt jelenti, hogy még lesz egy tél, azt utána tavasz és nyár. Jó, fasza. Lehet még ilyen céklát, meg ilyen szarságokat, szerintem ezzel nem, egyelőre nem foglalkozok később esetleg. 24-én, igen? Na jó, de volt olyan nap, amikor összesen napi 2,5 órát streameltem. Nem olyan gáz. Na, fiúk, lányok, hogy áll a móka? Szerintem el kéne menni bányászni, ugye? Ja, elmegyünk bányászni. Most egyelőre minden jó. Bányát azt jó lenne már elérnem, mert az kelleni fog. A bánya meg lesz, akkor onnantól kezdve megint csak ugye a bányászás, ez nekem az megszűnik. Arra leszek kíváncsi, hogy a 6 ember, az a durva, hogy egy bánya fenntartása, az kell 3 lakóház, mert ugye 6 fő dolgozik benne. És arra leszek majd kíváncsi, hogy mennyi vasat termel ki 6-3-as szintű bányász. Hogy állunk a házakkal? 35 a 65-ből. Még 30-at tudok csinálni, és ugye abba bele kell számolni gazdasági épületeket, ami nincs meg. Mi azt jelenti, hogy... Ugye nézem... Bánya... Helyreállító viskó... Szerintem lehet, hogy ilyen helyreállító viskót nem fog csinálni, mert a javítás meg tudom én is csinálni, nem? Olyan gyorsan nem romlanak a házak. Gonszi, szia! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó ebédhez szólan voltam, hát megint. Ja, várjál, a túlélésbe ennyi az össz. Vadászkunyhóban nincsen 3-as. Ó, én azt nem is tudtam, gyerek. Ilyenkor kezdem, á, értem. Akkor jó haladunk, már kell igazából tyúkolba ember, kell a szamár, kell a liba, istálló, karám, tehénistát, átadom, még kell méhészet, délmalom, ide még kellenek majd emberek, hú, bazd meg. De a többség az lakóház lesz, amit építünk szerintem, kell kereskedő. Hát nem tudom, hogy fog összejönni, erre kíváncsi leszek. Szépületek számára.
nem tudsz több férőhelyesre. Az a baj, hogy nincsen benne. Egyébként annak lenne értelme, amit írsz, hogyha ugye van a háromféle háztípus, és annak lett volna értelme, hogyha a házakba több embert tudsz beköltöztetni, de itt annyi szerepe van a házaknak, ugye a három típusnak, hogy van az a kezdő, van a közepes, meg van a nagy. Hogy a kicsi házba a két felnőtt, meg egy, oda egy gyerek tud születni, a közepes házba két gyerek tud születni, a nagy ház meg három gyerek tud születni, igazából semmi értelme nincs. Mármint a játék szempontjából tekintve, úgy mondom. Amúgy lenne, csak... Ugye a játék szempontjából neked az annyiszor két év kiesés, amikor születik egy gyermek a játékba, ergo maradnak az egyházak, mert úgy egyházak, hogy az a kis alapházak. Nagyházban is két gyerek, de akkornak mi értelme van a nagyháznak? Egy kecskes, egy birkás, egy tehen, egy liba, ahhoz két ház. A négy munkásnak szóval már hat. Ja igen, az igaz. Ja mondjuk az a jó, hogy oda csak egy-egy ember kell, az lófasz. Semmi, az nulla. A nagyházat egyedül azt mondom, hogy így magamnak csinálok majd egyszer. Hogy lássák, hogy abban lakik a pógármester, Jenő. Tök üres belül, négy ágy, rengeteg helyet foglal, sok adó, sok, akkor nem építünk, akkor ott rohadjon meg. Utána meg majd faraghatom a dekort a kézműves műhelybe az asszonynak, hogy tele legyen rakva a ház mindenféle csetresszel, dehogy is, nem kell nekem az, akkor inkább nem csinálunk. Így is egész nap megy a faragás, nézd meg. Oké. Akul az. Ennyi követ eldobálni. Tehát ez van. Most átszámolva, hallod, Desert, a lenből, a felesleges len vetőmagból évente mennyit termelünk be? Kb. Ér az olyan 2500-3000-et, nem? Simán. És ez csak a len vetőmag a felesleges, amit el tudok adni. Összetele egy totál felső és közepes méretű ház is, ennyi gyerek meg kiesés, mint... Igen, igen, ezt mondom, hogy a játék szempontjából ugye itt nem lényeges, hogy hány gyerkőc van már. Meg ugye most, amikor azok felnőnek, akkor azokkal mi van? Azok nem külön házba kell, hogy költöztesd őket? 18 éves kortól, vagy az hogyan működik? A játékban, hogy nem tudom, valaki elérte-e már azt. Vagy elküldöd a faluból, mi?
Hát ez úgy meg... Jobbak a kis házak, én is azt mondom, hogy a játszás szempontjából jobbak a kis házak. Feleslegesek a nagyok teljes mértékben. Hát egyébként nem is az magamtól tartok, mert én nem fogok sandboxozni, csak így általános kérdés volt az inkább. Mert aki esetleg most nézi ezt és úgy gondolja, hogy játszik majd, megveszi, kipróbálja, hogy azoknak, mert kérdés kinek mi a terve. Kis tag, szia-szia! Ez a Medieval Dynasty-nak hívják, 16 eurós játék a Steamen, és nagyon fasza, igazából van egy sztoria. Eljössz egy ilyen vidéki helyre, egy völgybe, és új életet kezdesz egy személybe, nincs semmid, és a nulláról tudsz építeni, ugye szedsz össze botokat, fát, mindent, amit találsz, szerszámot csinálsz kezdésnek kőből, tudsz csinálni lakóházat, fejlődsz, kilokkolsz újabb épületeket, gazdaságot tudsz csinálni, falut építesz, embereket hívsz meg, dolgoznak neked. Van management része, ugye, hogy beállítod a termelést keresztbe, hogy van kovács műhely benne, van benne kézműves műhely, van vadászház, van konyha, ugye, ahol főznek, és mindenre épül, szóval ahhoz, hogy főzni tudják, kell vadászni. És akkor ilyen. Szerintem jó. Elég összetett játék. Nincs még, de készül bele a kóp. Elméletileg jövőre már lesz benne kóp is. Aki esetleg úgy gondolja, hogy neki túl sok ez így egyedül, mert egyébként tényleg elég grindolós, az várja meg, mert jövőre elméletileg lesz hozzá kóp patch, és tudják játszani ketten is. Azt nem tudom, hogy többen lehet, de ketten elvileg tudja, hogy lehet majd játszani a játékot. Jól tudom. Ide kell visszajöjjek. Hol tartottam? Itt valahol. Ha itt tartottunk, oké, meg vagyok. Réz. Az Alvinnak vissza kéne mindig a bőrkulacsot, mert az a küldetés is már kész van. Majd beszélünk vele, és már ráér. Nice. Ó, ne. Harminc. Nem 16?
Akkor lehet, hogy az OCD készen 16, nézd meg ott. Ó, de jó. Hát törött a csákányom, bazz. Viszont pont jókor töröttél, mert pont az utolsót elért szedtük ki. Ez nagy mák. Na végre. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Ugye, és akkor ez nagyon fasza. Egy csákány kivesz. Most csákány betesz, mehetünk innen, viszlát. És akkor átmegyünk a másikba. Nyomok egy mentés, mert aztán a végén valami bedönt. Assess. Jó van. Találtam pár cuccot. Azért nem hílelem amúgy fel magam, mert évszakváltásnál úgyis felhílelődök elvileg. 3000 forint, jajajaja. Hát annyit röhögve megér szerintem a game. Ebbe azért bele tudszám tekerni 100 órát szerintem. Belek, ha még nem ismered, akkor bőven. Hét alatt. Én is early-be vettem meg, a Steamről vettem meg, de én is valahogy úgy. Milyen DLC van ehhez? DLC. Na bazd meg, itt vannak a vaddisznók. Itt el kell kerüljem már. Káros az egészségre sajnos. Na itt most igazából a kérdés az, hogy lesz-e medve a bejáratba, vagy nem lesz medve a bejáratba. Térképek, szakáskönyvféle, de az minek, mire jó?
játékosoknak segítségnek, igen. Hát de a játékban itt a leírása minden receptnek, vagy nem vágom. Vagy azt, hogy manuálba tudjad forgatni könyvbe, hogy mihez mi kell, vagy hogyan? Gondol, nem értem. PDF-ből van összerakva. Hm. Jó, mondjuk annyiból jó, hogy ugye addig nem látod a összetevőket egy-egy terméknél vagy bárminél, amíg ugye nem veszed meg a receptet a játékon belül. Ugye az néha nehéz. De most hogyha valaki céltudatosan játszik, és mondjuk na, úgy vagyok vele, hogy meg akarok csinálni egy vasfejszét, akkor igazából így is úgy is megveszem a tervrajzot, és fogom látni, mi kell hozzá. De mondjuk olyan szempontból nem hülyeség végül is a PDF se. Két óra, melyik játékba? Ebbe, az igen. Mennyi? 362 óra, az hogy a faszba? Az sok. Azért ez már kemény. Ez böszme sok.
Na kell jönni még egy körre. Nem baj, bejövünk még egy körre. Az jó egyébként annyi a túltermelésem, hogy kb. Most hogy még az eszközöket, amiket túltermeltem eladnék bronzból, akkor már 10 000 fölé mennénk pénzbe. Úgyhogy már most be tudnám fizetni a következő évszak utáni adót. Egész jól sikerült összerakni a dolgokat. Ez volt a terv. Túl teljesítettük a tervet. Nagyon fasza. Öt. Ó, és akkor itt lesz a vége majd. Még a lóistálóban is azért nagy pénz van, nem? Mert a lovak érik talán a legtöbbet játékban. Ha jól emlékszek. Mondjuk a tehén is. Gondolom. Mi a fasz? Ez még mindig ekkor ez a bánya. Ez nagyobb bánya, mint a másik szerintem, nem? Mi a mekkora ez a bánya? Azt a kurva eget. Joe bácsi, rere! Mocskos nagy az a bánya. Lehet, hogy ebbe a bányába kéne kitermelést rakni, bár mindegy. Tudom még melyikbe lesz majd végén a vastermelés. De majd valamelyikbe. Közelebbibe, akkor az éjszakon van. Nem véletlen nem szedem most már a sót. A térkép? Ja, itt a falum, ezt ugye én építettem, itt a többi falu, ekkora így. Úgyhogy mondhatjuk, hogy elég nagy, igen. Bárhova építhetsz falut egyébként, ugye ez nincs meghatározva. Csak hát így érdemes olyan helyre, ahol minden egyes nyersanyagot az elején, ami a kezdéshez kell, az ott van kéznél már. Különben sokat kell rohangászni. Az elején az nagyon fontos például a nád. Mert csak tó mellett van. Nád fakő alapjáraton. Van. Jó, kész vagyunk szerintem. Dobom a követ.
nincs más. Oké, okay, go back. Azt hiányolom, hogy nem lehet ezeket a menedzsment csúszkákat a házaknál, meg a gazdasági épületeknél kézzel állítani. Gyorsabb lenne szerintem. Oké, ezt mondjuk. Összejel, hogy gyorsan beöntjük a izét. A rudakat szerintem aztán kaja lesz. Sőt, már lehet, hogy most. Azért kell menni jó sokat ám. Na, remek. Gyorsan feltöltöm a staminát, mert ebből futás lesz. Sok a vaddisznó a környéken. Na, megjöttünk. Nem tud bemenni az óba, szerencsétlen, vagy mi? Azt még úgy néz ki, hogy felkapálják, az tök jó. El van vetve. Jó, igazából meg van minden csinálva, ami kellett. Tetszetős a buli. Várjál már a len. Majd a tél után lesz aktuális, úgyhogy ez rá is ér.